kattints a lekérdezések, pénzügyi mutatók, eredmény per egyed menüpontra. Ez a tábla az egy állaton termelt eredmény alapján mutatja a rendszerbe eddig rögzített aktív és lezárt rotációkat, megjelenítve az istálót is. Lehetőséged van a szűrést telepre, genetikára vagy profilra szűkíteni. Ekkor a baloldali rotációk listában már csak a leszűrt tételek jelennek meg. Itt egérrel jelölt ki a megjeleníteni kívánt sorokat, amelyek az áthelyezés gombra kattintva átkerülnek a jobboldali mutat listába. Konkrét telep, genetika vagy istáló adatait még ennél egyszerűbben is le tudod szűrni. Ehhez az áthelyezés szűrőmezőben választ ki a megjeleníteni kívánt tételt, nyom meg a szürke áthelyezés gombot, és a kiválasztott tételek azonnal átkerülnek a jobboldali mutat listába. A mutat listában szereplő tételeket úgy tudod visszatenni a rotációk baloldali listába, hogy az egérrel kijelölöd őket, majd rákattintasz a visszatesz gombra. A baloldali listából, ha nem választasz ki semmit, akkor a rendszer az összes eddig rögzített rotációra és istálóra végzi majd a keresést. Ha legalább egyet kiválasztasz a listából, akkor pedig csak arra. A rotációk lista alatti indulás per lezárás dátuma mezőnél a jelölő négyzet bepipálása után a rotáció indulás, illetve lezárás dátumának per intervallumának beállításával szűkítheted a feltételeket. Fontos, hogy amennyiben egyik sincs bepipálva, akkor a lekérdezés nem hoz eredményt. Az összesítés per rendezés mezőkben több szűrőfeltételt is beállíthatsz, melyeknek megfelelően jelennek meg a lekérdezett adatok a táblában. Az összesítés történhet csak a lezárt rotációk alapján, vagy az összes eddig rögzített rotáció alapján. Ezen belül megtekintheted rotáció, istálló vagy telep szerinti bontásban. A rendezés továbbá történhet csökkenő vagy növekvő sorrendben négy fő adat egyikének kiválasztásával, melyek a következők: eredmény per egyed, indulás dátuma, élő állat eladás dátuma vagy élő állat per növendék átlagár. Az egyéb bevételmezőt, ha kipipálod, a leszűrt tábla eredmény oszlopaiban megjelenő összeg annak értékét is tartalmazni fogja. Amennyiben nem teszel elé pipát, úgy a leszűrt eredmény összegében nem lesz benne az egyéb bevételeid értéke. A szűrő paraméterek beállítását követően a zöld mutat gombra kattintva megjelennek a leszűrt eredmény per egyed adatok. A tábla utolsó sora hozza a leszűrt adatok összesen és átlag adatait oszloponként. Az eredmény per egyed grafikon főre kattintva grafikonon követheted nyomon az egy állaton termelt eredményeid alakulását. A vízszintes tengelyen az egyes rotációk és istálók jelennek meg a szűrő paraméter beállítástól függően. A függőleges tengely bal oldalán találhatóak az eredményadatok forintban, míg a jobb oldalon a forintban kifejezett kilogrammos élő állat átlagárak, valamint az önköltségértékek. A grafikonon mindig azon tételek rajzolódnak ki, melyek neve feketén jelenik meg a grafikon alatti szöveges részben. Ezeket tetszés szerint tudod állítani. A grafikonon megjeleníteni kívánt tétel nevére kattintva az feketére vált, és megjelenik a grafikonon. Inaktiválni úgy tudjuk, hogy újra a nevére kattintunk. Ekkor szürkévé válik a megnevezése és lekerül a grafikonról a tétel. A grafikon a hamburger menü gombra kattintva és a grafikon nyomtatása menüpontot választva kinyomtatható. Az élő állat per növendék értékek változása a tábla utolsó fülén van ábrázolva grafikon formájában, melyhez meg tudod nézni az akkor aktuális heti érvényes európai mérvadó rotációs élő állat CETMP per növendék NWA-rakat is.